folytassuk, de remélem, hogy be vagytok élesítve, és hú, a bing az sehol nincs hozzátok képes. Bang! Mert hogy sok izgalmas dolog van, ugye maga a létezés matematikája van elrontva. Tehát egy egydimenziós gondolkodásra képtelen, egydimenziós, de terjedő gondolkodás. Tehát olyan érdekesség, hogy nincs tér, és mégis terjed, ugye, de az időegység alatt megtett út. Na, de ez nem jön ki sehogy, ugye? Tudom én. De ez nem jön ki sehogy, mert még csak az idő van, még nincs tér, és mégis terjed, gömbszerűen terjed, másképp nem tud. Gömbszerűen terjed minden irányba. Mert hogy az idő skalár mennyiség. Akkor nem az időről van szó, mint fontos alapelemről? De igen, a skalár az azt jelenti, hogy minden irányba terjed. Fénysebességgel. Fénysebességgel terjed. Ez nagyon gyors. Az 8 perc múlva elérje a napot innen, ami 150 millió kilométerre van a nap ide. A fény onnan 8 perc alatt ér ide. Tehát a napot egy ilyen szuperóriás így eltüntetné, berakná egy dobozba, akkor te csak 8 perc múlva látnád, hogy berakja a dobozba. Mert különben nem látnád, mert a fénynek idő kell még ideje. Parancsolj! És a tömegvonzása is 8 perc múlva szűnne meg. Úgy van. Úgy van. És akkor mi történne? Tangenciális irányban a Föld így elsűvítene valamerre. Amerre éppen a pályáján áll. Tehát ő egyenesen tovább menne, és ugyanazzal a sebességgel. Hát persze a galaxis még azért erőhatásokat fejt ki rá. Tehát azt mondják, hogy a tömegvonzás az egy olyan kis vicik-vacak erő, amivel nem is érdemes foglalkozni, a 10 a mínusz 42-en helyértékben van valami. Az atomi erőkhöz képest. Pedig egy és ugyanarról van szó. Tehát az atomi erők, az nem egy másik erő. Hétrétegű. Megvan-e nekünk ez a hétrétegű dolog? Hétfátyoltánc. A hétrétegű, megvan-e? Hétfátyoltánc, bizony. Ez a hétfátyoltánc, ahol miről van szó? Arról van szó, hogy egy csodálatos táncos nő táncol hétfátyolba öltözve, és mindig ledob egy fájtlat, és akkor mindig ledob egy fájtlat, és mi történik, amikor az utolsó fájtlat ledobja? Eltűnik. Tehát azt gondolod, hogy most lesz mesztelen? Nem, akkor eltűnik, kész vége. Igazi női megoldás, igazi női megoldás. Ez aranyos, tessék van csak. Ha napot valaki ki tudná venni a rendszerből, akkor a teremburó is megszűnne. Persze, hát ő tartja fönt. Jóval később, egy fényévnyire van majdnem. 100 000 aura van a teremburra. 100 000 au. Az au az astral unit, az a csillagászati egység. Cseh, magyarul, csillagászati egység. Egy nagy cseh meg egy nagy e, és az a csillagászati egység. Ez a csillagászati egység. Ez egy nagyon nagy távolságot jelent. Parancsolj! Most, hogyha megszűnne a teremburra, akkor bejönne a négydimenziós rendszer. A Föld valamerre tangenciálisan elmenne. Mi történne a Földdel, hogyha bemenne a négydimenziós rendszer? Hát komoly bajok lennének. Égszakadás, földindulás, szaladt te is pajtás van a magyar mondásban, ugye? Kibírná azt a Föld, azt a négydimenziós rendszer? A Föld kibírná, hát a lakók már nem annyira. Tehát a négydimenziós, ez nem alkalmas, ez a test a négydimenziós létre ugyanúgy, mint ahogy a háromdimenzióban élünk. De hát a Föld nem szűnne meg, Gyuri bácsi, mivel a helyi fenntartó? Ha csak letakarná, akkor nem, ha megszűnne, akkor igen. Mert akkor a Jolitórem is eltűnne, és az tartja meg ugye az a Gája, más elnevezésben, az tartja meg a Földet, az a Föld istennő. De ne ilyen nénit képzelj oda meg, dehogyis. Bár meg tud néninek jelenni, egyszer a szegedi előadásomon megjelent, képzeld el. Hú, szétrugták a nézőteret, nagyon jó volt. Ráadásul egy ilyen kisznek volt az még akkor
a hát ilyen színház termén nagyon szarul volt megépítve, mert az alacsony volt, tehát ilyen 3 méteres, mit tudom én, de egy színházteremnek a 3 méter az nagyon gyér, mert nincs levegő. És a légcsere nem volt, meg ezért, mert az drága, ventilátor, meg ezért, meg hozé. És, tehát alacsony volt, na a lényeg az, hogy egy ilyen színpad is volt, és akkor ott a színpad előtt tartottam az előadást, még állva, mert hát akkor még nagyon fiatal voltam, 30 évvel ezelőtt, és még alig voltam 50 éves akkor, de ott tartottam, és beszéltem a Gájáról. És képzeld el, egyszer csak egy őrült nagy fejet láttak előbújni a színpadnál. Egy nagyon óriási nagy, de csak egy fej fért be az egész, mit tudom én, 4 méter vagy 5 méter magas helységbe, egy fej fért be, szóval egy ilyen nagy, őrült nagy fej, így kikukucskált a színpadból. Képzeld el, szétrugzák a nézők a szén nézőteret. Kár, hogy nem volt videóra véve, hát az valami. De ahogy visszafordultam, eltűnt. Tehát ahogy hátra néztem, eltűnt. De a nézők látták, mert mindenki egyszerre kezdett el ajvékolni, hát akkor bizonyára láttattak valamit, amit mondták, hogy egy nagyon nagy fej volt mögöttem. Tessék, parancsolj. Naprendszerben lévő szeránok közül valaki született már meg emberi testben? Persze, az Iónak az Ió szeránja született meg. De az csak az Ió szeránja volt. A Galilei az a Jupiternek az Io nevezetű holdjának volt a szeránja benne. De más valaki született meg más szerán? Persze. Hát Jézus is. Persze, az egy sokkal nagyobb szerán. De csak a naprendszerben lévő szerán. Naprendszerben is, persze. Jupiter is megszületett? Ezek mind megszülettek, éltek a testben is. Hát úgy kipróbálják a testi létet. Tehát ne csak fantáziájának róla. Gyuri bácsi, szép nő volt a Gája, vagy férfiként született meg? Nem, nőként. Nőként? Szép, persze. De választanak maguknak, mert terveznek, inkább mondtunk, egy szép testet, amilyen nekik tetszik, és abban megszületnek. És férhez is mennek, meg is nősülnek? Hogy? Férhez is mennek, meg is nősülnek? Férhez mennek, megnősülnek. Hát nem biztos, hogy hogy túléli az asszony, vagy a férje, nem biztos. Mert például a gyereket nem bírják kihordani, tehát egy sokkal magasabb rezgésű gyereket nem tud kihordani egy átlagos nő. Nem azért, mert rossz, meg buta, meg nem bírja, szétégeti a végét. De ezek a szeránok úgymond nem butulnak le egy kicsit a mi szintünk? Dehogy nem, törölve születnek meg, dehogy nem. Hát van, amikor még régebben volt, hogy nem törölve született le, a görögök találkoztak ilyenekkel, és akkor hát ilyen fantáziának erről rengeteget. De igen, és most is élnek, hát az halhatatlanság, tessék, parancsolj. Igen, és a Galilei újból leszületett. Galilei is leszületett, igen. Ezeknek az embereknek olyan egyéni élet. Fizikus volt. Van, úgy pörögnek, hogy nem nagyon... Haverom volt a Galilei. Most élt. Ő is nős volt, de végül egyedül maradt. Egy nagyon intelligens, nagyon okos ember volt. Ismertük személyesen, megkeresett. Itt volt sokszor nálam. És egy... Most is ilyen fejlesztő, mert... Fejlesztő, kutató. Megcsinálta az egyik... Én mondtam, hogy mit csináljon meg. Nem volt olyan trafom, de azt mondja, nekem van otthon egy olyan. És akkor megépítette, azt valaki lenyúlta, mert eltűnt, de volt egy ilyen kis trafó, egy mágnes koszorú volt rajta, és volt rajta egy középen a csengőreduktor, talán ismeritek, annak a vasa volt, és akkor középen volt egy nagyobb tekercs, és 4 kis tekercs volt rajta az oldalágakon, alul-fölül. Tehát a nagy tekercs az olyan nagy volt, hogy csak egy kis keskeny tekercs félten 4 darab rajta, és akkor az bekapcsoltunk neki 3 voltot bemenetre, ezekre a kis tekercsekre, úgyhogy ellenütembe kapcsolgatott, és középen volt, vagy rajta volt ívve átrakva egy mágnes. Ilyen, hát ez a credence mágnes, ez a szürke bárium ferit mágnes, és az a volt rajta körbe rakva a vasra. És azt a mágneses teret hol így kapcsolta, hol úgy, hol így, hol úgy, hol úgy. Ez a váltóáram így kapcsolgatta. És
Ettől kezdve a középső tekercsen megjelent a mágneses térnek a hatása. Na de hogy jelent meg? Ilyen háromszögjel volt. Nem Sirius volt a kimenetén, hanem egy ilyen háromszögjel. Háromszögjel. Nem fűrész volt, hanem ilyen szimmetrikus háromszög. Na de nagyon érdekes volt, mert elkezdtük terhelni a kimenetét. Mindent mértünk, tehát nem volt semmi képzelgés. Mindent mértünk. Bemenő áram, bemenő feszültség, mindent mértünk. És az volt az érdekesség benne, hogy a kimenetet elkezdtük terhelni. Akkor elkezdett ez a háromszög így belapulni, színusz felé közelíteni, és csak akkor kezdett a bemenő áram fölemelkedni kicsit, amikor már túltereltük, tehát már a színusz elérte. Amikor elérte a színuszt, akkor elkezdett emelkedni a terhelés hatására a bemenő áram is. Egyébként nem. Az 1,41-szeres volt a kimenete. Az azt jelenti, hogy gyökkentőször annyi áramot adott le, mint amit beadtunk neki. Hát nem másfélszer annyi volt egészen, de akkor is nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Működött. Tessék, Marcsaj! Igen, és amit most is az orvos tudományban, vagy orvosi gyakorlatban használnak, ő meg a havaerja fejlesztette ki, amit most az érbe feltesznek értágításként. A stentet. Igen. Tehát állandóan járt az agya. Hát sajnos egy pár éve ő is eltávozott, de a 30-as évek elején született. Aranyos volt. Na azért van, azért az egyik Jupiter hold Io. Az azt jelenti olaszul, hogy én. Hát ő olasz volt akkor, de azt jelenti, hogy én. Io. Io sono. Én vagyok. Tu sei, te vagy. Tessék, parancsolj. Ha már itt vagyunk ennél a szabad energiás dolgoknál, a Kapanadze generátoron kívül lehetem kettőt még. Mindenki motyog és eltakarja a száját beszéd közben. Bocsánat. Nem hallok bele semmit. YouTube-on leeltem a Kaponadze generátoron kívül két szerintem működő, ilyen szabad energiás kütyű. Az egyik egy nagyon egyszerű, egy indiai mérnök fedezte fel, ezt gyerekkorunkban mi is használtuk, a lengkerekes autót. És ő csinált egy olyan generátort, megcsinálta egyfázisúban és háromfázisúban is. Az egyfázis úgy néz ki, hogy egy ilyen másfél kilowattos villanymotor hajt egy nagy lendkereket, ami körülbelül mit tudom én, olyan 50-100 kilónyi égszíjon keresztül, és egy másik égszíjjal meghajt egy egyfázisú generátort, ami 5-6 kilowatt. Ilyet nagyon sokat láttam. Működik, és ezt megcsinálták 70 kilowatt. Természetesen egy lendkerék, ha fölpörgetem, az nagyon sokáig fog működni. De a súrlódás meg az egyebek elviszik a különbözetet. De ez nagyon sokan utána a Kapanadze az más. Kapanadzénél ott azért más, mert ott a földből a földelések, két földelésen keresztül rángatja ki az áramot. Tehát ott bemozdít egy olyan valamit, és ráadásul ott a rezonancia is ki van találva, hogy a 50 Hz-re van kihangsúlyozva egy trafó, vagy kihangsúlyozva, kiegyensúlyozva egy trafó, hogy 50 Hz-re rezegjen, a szekunderje, és akkor azt meghajtom egy ilyen nagyfrekvenciás szikroszkópról, és amikor meghajtom, akkor a össze-vissza ütemben, a szikra az össze-vissza ütembe csapkod, de az 50 Hz-es rendszert nem tudja fölborítani, mert az csak 50 Hz-el akar rezegni, tehát színuszosítja ezt az össze-vissza rezgést, és hát pislákol egy kicsit. Itt a hegyen nálam próbáltak egy ilyet, én azt láttam. Éjjel-nappal ki volt világítva, éjjel-nappal ment itt, de itt a hegyen volt vagy, hát mit tudom én, 15 épület kivilágítva, és az egy ilyen generátorról ment, mert a hálózat nem pislákolt, az külön meg pislákolt egy picit. Picit nem volt durva, de egy picit így pislákolt a fény. Tehát egy olyan sztoasztikus generátor hajtotta a véletlenszerű szikrákkal, ami miatt egy kicsit pislákolna. Mondjuk, hogyha mondjuk van egy villanyradiátorod,
aztán ki a francokat érdekli, hogy pislákkol. Hát figyelj, fűti a házat, azt jó van. Meleget ad, mindegy, ott a szkópon nézve pislog, vagy egy lámpát rákapcsolsz, és az egy kicsit pislog, de ringadozik a feszültsége. De bocsánatot kérek, az ki nem szarik arra, bocsánat a kifejezésre, hogyha fűti a házat, ingyen, és fűti, működik. Ott van ilyen is, hogy az orosz bemutatta, hogy lentről kapott egy földelést, egy ilyen aknatető, mit tudom, mi fenére hozzákötötte, menne ki vele, és akkor egy ilyen ősugárzót kapcsolt rá, és ez úgy ment, hogy majszét esett, és nem volt hozzá kapcsolva semmihez. Na de egy ilyen akkumulátorról, az nem megy ilyen tempó, vagy 2 kW az akkumulátorról nem fog sokáig fűteni, mert ez a probléma, ember, tudod, hogy ugye nem, ott az energia megmaradás törvénye még jobban igaz, mert ezek az akkumulátorok igen szar hatásfokúak. A fényelemek szintén igen szar hatásfokú, gyerekek, nem jó. Fényelem, akkumulátorban el lehet tárolni, mindegy, hogy most nagyon fény van, aztán kicsit fény van, megint nagyon fény van, ez mindegy, az akkumulátor eltárolja, és aztán arról így kiegyenlítve le lehet venni feszültséget, és működik vele a tévéd, a rádiód, a mosógépet. Hát igen, de nagyon gyenge, nagyon nagy felületű cuccok kellene. A kapanesz az azért érdekes, mert az egy ekkora dobozba elfér, tehát az nem kell hozzá mekkora nagy berendezés. Tehát nem kell a tetőre mászkálni, meg mit tudom én. Mert ugye esik az eső, a hó ráesik, már nem működik, a fényelem nem működik. Nem, hórétegen nem süt át a fény annyira, hogy rendesen működjön, nem fog működni. Még vékony hó alatt se. Borús az idő, nem működik. Ugyanez a vízi erőmű nem működik, mert hogy nincs víz éppen, mert apály van nagyon. Kiapadtak a források, aztán jó van. Aztán a szélerőmű nem működik, mert éppen nem fúj a szél. Ezek mind jó ötletek, csak nagyon véletlenszerűek a működésük. Na most persze az aljas gonosz mit csinál, aki adóztat, az mit csinál? Nem, ha lesz nektek itt szélenő, mondd meg előre, hogy mennyi áramot adsz, és ha nem adod, akkor fizess. Érted? Akkor te fizeted. Azért, mert nem adsz annyi áramot, amennyit ígértél. Most te fogod fizetni. Így működik. Te egy csomó szélerőmvet kidöntöttek már, jó volt, működött, kidöntötték. A kispálya, a gyerekek, az agyi kispálya, az mindig is agyi kispálya marad. Ez olyan, mint hogy a Napóleonhoz elment a gőzhajó feltaláló, hogy ilyen hadihajót kell csinálni, mert ez fúj a szél, nem fúj a szél, mindig megy. Ha, ilyen nekünk nem kell, füstöl, büdös, kész. Megnyert volna minden csatát, tengeri csatát. Sokkal gyorsabb hajókat lehetett építeni vele, sokkal gyorsabban, és kész, vége. És mindenkit megvert volna, úgy fordult, ahogy akart, baromira fordulékony, nem kellett vitorlákat átállítani, lassú, miközben kezdenek rád lőni. De én így elcsarrom a kormánykereket, már fordulok is, hegyire fordulok, és úgy tüzelek előre fel, na jó van akkor, lövöldözöl, na akkor most nézzük csak meg. Igen, és sokkal pontosabb dolgokat tudok csinálni a csatában, és ez fontos, nagyon fontos. Napoleonnak nem kellett. Mi abszolút ezek a nagy feltalálók, ezek leginkább éhen haltak. Szétperelték, ellopták tőlük, talán szétperelték őket, a nagy büdös gengszterek, ilyen ügyvéd gengszterek, olyanok voltak, ellopták. Edison, annak legfeljebb 5-6 találmánya volt. Aztán század bejegyzett, mert megvette a csóri feltalálóktól. Igen. Parancsolj, 5 dollárért vette meg, és aznap adta tovább 50 000-ért. Szóval ez volt a lényeg. Tessék, parancsolj. Még a másik generátort ezt nem mondtam el. Mondja. De az előzőhöz ezt a lentkerekes generátort úgy lehet meg lenne a YouTube-on, hogy flywheel generátor. Az lentkerék azt jelenti, igen, a flywheel. És a másik, az egy olyan fickóhoz kötődik, tehát a megtalálása ennek a generátornak, mert amúgy egy afrikai villamosmérnök találta fel, a Procter & Gamble cégúriásnak a család feje,
fejének a fia volt ez a Foster. Annak van rá pénze. Foster Gamble. Csak ő nem azt az utat akarta járni, amit a családja szánt neki, hogy majd átveszi az édesapjától ennek a óriás cégnek az irányítását, hanem ő az élettel akart foglalkozni és megérteni. És eljutott, van fenn egy két videója is, a Növekedj, Növekedj 1, meg a Növekedj 2. És eljutott azokhoz a zsidó fizikusokhoz, meg matematikusokhoz, akik a meru.org oldalt csinálják. És akkor itt ebben a videóban be is mutatják az időforrásnak a szerkezetét, meg a bejárási útját. Az érdekes, hogy az időforrást nem mutatják be, csak majdnem. Hát Thorusnak mondják ezt a valamit. A Thorus, és ez az, hogy Thorus bemutatnak, de elfelejtették, hogyha még egy kicsit csavartak volna azon a Thoruson, akkor kereszteződött volna középen, és kialakult volna az időforrás nekik. Idáig nem jutottak el az utolsó lépést, ott nem. Eljutottak a legeslegkezdethez, tehát jó, amit lerajzoltak, mert az a Thorus, az a kezdetek kezdete, amikor még nem kezdődött ez semmi, csak van létezés. És akkor abból létezésből alakul ki majd aztán az a létezés, ami kiárad, és a kiáradással kezdődik el az egész folyamat. Nem ősrobbanással, ezt elneveztük mi, a haverom nevezte el a Kertész Balázs, hogy Little Bang, vagy kis boom. Ez nem a nagy boom, hanem a kis boom. Ez a Little Bang. A Little Bang az abból áll, hogy az idő kiárad. És ez a kis boom, mert hogy nincs semmilyen boom, nem repül szét semmilyen anyag, nem is létezik még anyag, tehát eljutottak odáig, nagyon jó felé haladtak, mert a Zohart analizálgatták. És jól fejtették meg, jól csinálták meg, csak aztán belegebettek, nem működik. Tehát a megoldás nincs kint, de már majdnem. Tehát odáig eljutottak, hogy már majdnem. Arra is rájöttek, hogy a Biblia az egy darab betűvel van leírva, az egész Biblia, egy betűvel. Na itt a probléma, hogy lefordították, mert ez egy térbeli betű. És ez a térbeli betű, hogyha így direktbe képzeled, ahogy te gondolkodol, hát akkor nem lesz jó. Ez egy térbeli betű. És ott a meru.org-on azok a térbeli betűk megvannak. És azt hiszem, hogy a szív nyelve, vagy valamilyen könyv jelent meg erről, és az jó. Jól írta le. De az se kellett senkinek. Mert valami mást akarnak. Szóval a régi rögeszmékhez hasonlóbbat akarnak. Nem korszerű még. Nem ért meg az emberiség, hogy megértse. Pedig amikor eljutsz a megértéséhez, akkor hát van ingyen energia, drágáim, hát arról van szó, végig arról van szó. Én az alapokat mondom el hozzá, hogy a téridő egy hullámtér, és a téridő hullámterébe ugyanúgy lehet szélvitorlákat csinálni, szélerőművet, csak ez nem a fizikai levegőmozgással működik, hanem a téridő levegőmozgás, mert az volt a kulcs szava, hogy levegő, képzeljétek. A szél, ami mindenen átfúj. És ebben benne van a megoldás, csak a hülye gyerek nem hallja ki belőle. A szél, ami mindenen átfúj. Milyen szél az? Hát ez a szél, amit fúj, szélvihar, nem fúj át a falon, nem fúj át. De ez egy olyan szél, ami mindenen átfúj, sőt, azt mondja róla, hogy ez sötétben is fény. Ez jó, ez nagyon jó. Mert a sötétben is fény, az a rejtett fény. A rejtett fény az jó, az az igazi, az a megoldás. Mert ez egy álló fénykvantum. A Binga itt jeleztem, azt mondta, hogy álló fénykvantum, nincs értelme. Pedig ez egy álló fénykvantum. A téridő az egy álló fénykvantum. És ennek van egy csomó leszármazottja, mert az elágazási rendszere az működik. Jó felé kaparásznak, amikor elkezdték kutatni a szuperszingeket, az elágazó szingeket. Jó felé kutattak. De ott elakadtak, mert kihagyták belőle az eseményhorizontot. Tehát megy egy időforrás, már megy, de nem árad ki. Tehát nincs gömbszerű terjedése. Pedig ha létezik, akkor annak ott lennie kell. És nem, kihagyták.
ott már ott voltak a küszöbön, és mindig ott voltak. Talán nekem kell elmondani, azért születtem meg, hogy elmondjam. Engem majd bizonyára agyonvernek ezért, mert ugye, mert nem bírja ki a veszteséget, nem bírja elviselni. Nem bírja, egyszerűen nem bírja elviselni. Jön a lázfélésszel és hadrászik. Nem bírja elviselni, kész, hogy, hogy valaki megmondja, amit ő neki kellett volna, hát nem volt elég esze hozzá, de hát féltékeny a végtelenségig. Parancsolj! Na, tovább folytassam a... Folytassad, de akkor gyere ide közel. Mert most a teremtésben csináltunk egy ilyen oldalelágazás, egy ilyen teremtés. Igen? Azt én rendszeresen csinálok. És akkor most menjünk tovább, és ez az úriember valahogy odáig jutott, hogy kapcsolatba került ezzel az afrikai mérnökkel, aki csinált egy fél megawattos, ilyen szabad energia, vagy ingyen energiás kütyük. Ez egy akkora volt, mint egy kis mikrobusz, egy ilyen dobozos mikrobusz. Pontosan nem tudom a működési jelvét, bemutatták. Tehát egy nagyon nem ilyen galástuning volt, hanem már egy normálisan tényleg profin megcsinált cucc volt, mert látszott rajta. És annyit mondott el, hogy mikrohullámú rádiófrekvenciás kütyűvel működik. De többet nem árult el. De fél megawatt. Itt kérlek szépen a mikrohullám, itt nálunk is kísért, ugye itt van. Ez egy mikrohullámú cső rádiólámpa, úgy is mondhatjuk. Tehát még cső, nem félvezető. Ennek van fűtése, az itt van. Van egy rácsa, meg egy anódja, aztán annyi. Meg egy hűtőborda, mert hogy baromira melegszik. Trióda. Ez egy trióda. Mivel mondtam, hogy van rácsa. A rács az a triódában van, a diódában nincsen. Csak anód, katód, de nincs benne rács. A rács az a cső, mert van az erősítőkben, a legegyszerűbb, régi fajta csöves erősítőben, és a trióda. Tehát igen, a mikrohullámmal foglalkozunk, és valóban azért van neki értelme, gondolj bele, hogy itt vannak ezek a kapcsolóüzemű tápok, meg ez nem az. De mondjuk ez már az. Ilyen kapcsolóüzemű tápok, ezek egy oszcillátor van bennük, ami le van választva a 220-ból, le van választva egy kondenzátorral a 220, tehát itt a végén, a kimeneten már nem jelenik meg a fázis, nem ráz meg, ugye? Mert az a probléma ezekkel a tápegységekkel, meg minden a régi fajtával, ha nem leválasztott trafó jellegű volt, akkor ilyen autótrafó jellegűt, akkor rázott, mint a... Miért rázta meg a Krisztus a vargát? Nem volt leföldelve. Nem volt leföldelve, ez az! Ez az! Na, tehát ezekben nem jelenik meg itt a kimenetet, ha megnyalod, akkor se üt agyon. Hát ha úgy nyalod meg, megcsipi a nyelved, mint egy elem, hogy nyalogattuk az elemet annak idején, hogy van-e még benne, ugye? Hogy még erő van-e benne, hogyha megcsipta a nyelvedet, akkor volt benne. Ilyen zseblámpával elemet, mert a másik elemnek már nem tudtad mind a két végét megnyalni, de a zseblámpa elemet még meg lehetett nyalni. Tehát ezekben ilyen kis oszcillátor van, amiben egy parányi trafó van, nem egy ilyen nagy benga, hát az orosz tévében egy ekkora trafó volt, ilyen nagy, ilyen széles, egy orosz színes tévében, az rendes, combos volt, 60 kiló volt a színes tévé, szóval az úgy elhagyta magát. Volt amelyik fajta 65 kiló volt. Tehát úgy elhagyta magát. Aztán voltak ilyenek nyugati tévékben és Grundigban is volt, amelyik elhagyta magát. Mert a trafókon görcsösen ragaszkodtak egy régi megoldáshoz. Még a régi megoldás. Nem az volt a jó megoldás, de aztán görcsösen ragaszkodtak. Akkor utána már csináltak egyfajta kapcsoló üzemű tápot a kutyából, annak voltak ilyen tekercsei, amiből mindenféle feszültségeket leosztottak, a tranzisztoroknak már nem kellett annyi áram, kevesebbet fogyasztottak, és akkor ettől kezdve a kapcsoló üzemű táp az maga volt a kutya. Tehát elromlott a kutya, leromlott minden, mert minden arról ment. Tehát ilyen is volt. És kapcsolóüzemű tápok, mondjuk ezekben a LED lámpákban, amik itt égnek, ezekben is egy kapcsolóüzemű táp van. Na jó, de ez annyit világít, mint mondjuk egy 60-as égő régen, na de 9 wattos, nem 60-as.
tehát 6-szor kevesebbet fogyaszt. Hát ott bent a csilláromban van ilyen 3,4 wattos gyertyaizók vannak, olyan világos van tőle, hogy nagyon, mert mindegyik úgy viselkedik, mint egy 40-es izolán, régi fajta izolánpa, annyit világít legalább, és nagyon fényes van tőle, mert ugye 8 darab van benne, és akkor az mind világít. A Peti hozta. Peti, gyógyulj meg, várunk rá tégedet, mert a szegény Petit elkapta a Covid, úgyhogy most otthon sínylődik szegény. Csak telefonálj, hogyha valami baj van, és akkor viszünk neked, ami kell. Tehát ő is rengeteget hozott, amikor mi voltunk betegek, meg be voltunk itt börtönözve a Covid-dal, tudod, ki se lehetett menni az utcára, meg mindenféle dráma volt. De a lényeg az, hogy megúsztuk, itt vagyunk. Pedig 3-szor is be vagyunk oltva, a feleségem is, meg én is. Külön nem tudtuk volna az unokámokat meglátogatni Németországban. Nem engedtek volna a repülőre, ha nem volt nyugati oltóanyaggal beoltva. Nagyon érdekes volt. Tehát a Pfizerre be kellett, ha nem oltanak be, akkor nem mehetünk a repülőre fel. Ott tudták ellenőrizni, hogy be vagyok-e oltva, na ettől kezdve érdekes. Érted, hogy miért? A repülőtéren? De az nem hatóság. És tudta ellenőrizni, hogy én be vagyok oltva? Igen, és ráadásul nem is elég, hogy 3, hanem azt is, hogy mivel. Azt, hogy egy mivel voltál beoltva, azt is tudta ellenőrizni. Nem, úgy voltam az. Igen, hát de ott volt az oltáskönyv, tessék, itt van. És akkor hát kellett, mert mentünk volna nagyon megcsipkodni az unokánk fenekét. Hát még nem találkoztunk vele a Covid miatt, ugye? Már nagyon mentünk volna. Mentünk is, meg is csipkodtuk. Nagyon tündérek. Na tehát, mindig kitör valami gyerekek, próbálják a földet beterelni valami gödörbe, nem tudom. Nagyon dolgoznak rajta. Nagyon dolgoznak. Hát jó. A filmekben van happy end, az amerikai filmekben. Reméljük, hogy ebben a filmben is lesz happy end. Tehát, hogy a rossz, a gonosz megsínlődik valahogy, vagy megtér, vagy nem tudom, letérdel az oltár előtt, nem tudom, szóval valami fog történni. Mert hogy, hát attól persze, hogy letérdel az oltár előtt, nem biztos, hogy kimegy az utcára. Tudod, de elmondja ott a mi atyánkot, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, hogy azt elmondják ott a templomban, elmondják. Kijön, átmegy szembe a kocsmába, jobb pofán vágja a Józsit, hogy mit mondta az anyámról, hogy hernyó tapas. Hát persze, szemben lévő kocsmában már elfelejti, hogy az előbb megbocsátott mindenkinek. Miképpen mi is megbocsájtunk mindenkinek. Eddig nem terjed a szellemisége. A pap kollégáimnak is mondogatta, hogy te az ördököz is imádkozol. Mondta, hogy mit képzelsz? Nem mondom, te ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez a két polaritás, ugye? Egyik bevisz a kísértésbe, a másik megszabadít a gonosztól. Tessék, bácsa. Ha szabad elmondani. Szabad. Hát ezzel nem mondanám, hogy én hogy vészeltem át a Covidot, ha már itt tartunk. Akkor... Ha előre jössz oda, ülj át oda, légy szíves, hogy halljuk, amit mondasz. A Petinek is üzenem, hogy a hidrogénperoxidot lehet belsőleg is alkalmazni, még a Covid ellen is. Én nem voltam beoltva, és én tudtam, hogy elkaptam a Covidot már a kezdeti tünetekből, és én több frontron is támadtam. Ebből csak a fizikait mondanám el. Tehát a fizikai támadásnak az volt a lényege, hogy a hidrogénperoxidot belsődleg is lehet alkalmazni. Hát mondjuk a fogorvosok is alkalmazzák, hogy más nem mondjak, de fogtömésnél használják, igen, a hidrogénperoxidot. Inni csak is lehet. Csak fehér lesz tőle a szád belülről. Inni is lehet 3%-os hidrogénperoxidot, egy ilyen nevőkanálnyit, ez olyan 30 csepp, 35 csepp, egy fél pohár vagy egy pohár vízbe és éjgyomorra naponta többször. Tehát lehet csinálni egy kórát is, hogyha az embernek nincsen semmi baja, egy hétig, naponta 3-szor, de mikor baj van, akkor lehet többször is. És ezt a hidrogénperoxidos módszert egy orosz professzor, a Neumi Vákin professzor, fenn van a YouTube-on, meg lehet nézni, ő javasolta, és nekem a Covid a nagyja 2 nap alatt lement. Tehát több fronton támadtam, ebből csak a fizikait mondom el, ezt a hidrogénperoxidos megoldást. Jó, hát jó. Most hallottátok.
És még hogy is. Az egyébként egy érdekes, ugye H2O2 a képlet a hidrogénperoxidnak. Igen, és akkor bomlik vízre, és egy atomos oxigén lesz benne, és ha rámegy a kezedre a tömény, akkor kifehéredik a bőröd, teljesen fehérre kifehéredik. De a gyógyszertárban csak 3%-os lehet, és akkor nekem van ilyen kis inhalátorom, ilyen hordozható, mivel én sofőr vagyok, sok helyen megfordulok, viszem magammal mobil telefontöltővel lehet tölteni, és hogyha úgy érzem, még nincsen semmi probléma, ha úgy érzem, hogy kell, akkor mindig van benne hidrogénperoxid, és akkor belélegzem, szájon át, bent tartom, egyik ornyillás, másik ornyillás, és nekem nincsen bajom. Ha fáj a torkunk, gargarizálni kell, 2-3 gargarizálás után már hab lesz a hidrogénperoxidból, és akkor csak hátra kell hajtani a fejünket, és azt a habot ott tartani a gyulladt torkunkon, ameddig tudjuk, 3 percig vagy 5 percig, utána kiköpjük, kiöblítjük a szánkat, iszunk 2 korty vizet, mert le is mehet a hidrogénperoxid, nem lesz semmi bajunk tőle, és akkor egy kis kanál mézet úgy lenyelni, hogy felkenődjön a torkunkra, és akkor utána nem enni, nem inni egy 4 óra 20 percig. Semmi ilyen gyógyszer nem gyógyítja meg a torokgyulladást olyan hamar, egy nap, 2 nap alatt elmúlik. Nekem volt egy gyökérkezelt fogtömésem, és a doktornő valami hibát csinált, tehát nem jól pucolta ki a gyökércsatornát, egy hétig nem volt semmi probléma, utána elkezdett begyulladni, és már kocogtatásra fájt. És azt tudtam, mert mondta korábban, hogy ha már kocogtatásra fáj, azt ki kell húzni. Hát mondom, basszus, most tömt, magamban mondtam, ezt most tömted be, ezt nem fogod kihúzni. Na itt is több fronton volt a támadás meg az ellen. És akkor a hidrogénperoxidot, mert a Naomi Bakin professzor mondta, hogy az egyik paciense vitt haza a hidrogénperoxidot, és volt egy alkoholista férje. Kicsit gyorsabban mondom, hogy minél hamarabb el tudjam mondani, remélem, hogy értető. És az alkoholista férje megitta vagy az 1 decit, vagy a 2 decit, mert Ukrajnában, meg Oroszországban vagy 100 millit lehet kapni, vagy 200 millit. Gramra adják, 100 gram, igen, 200 gram. És akkor mondom, ha az a fickó vagy 100 gramot ívott meg, vagy 200 gramot, és nem lett semmi baj, mert utána itattak vele vizet, ja, és volt egy betegsége, szívbillentyű problémája. Másnapra a szívbillentyű problémája meggyógyult. Na mondom, akkor én is ki fogom bírni, több mint egy 1/2 decit megittam. Nem volt rosszabb, mint hogy egy 1/2 deci pálinkát ittam volna meg egy gyomorra, elmullotta. A gyökérgyulladásom, nem kellett kiúzni a fogat. Na, szóval ez bemegy a Pali a kocsmába, akinek előző nap a kocsmáros már elege volt a kocsmárosnak a kóbolyból, és a WC sósavat öntött neki már vodka helyett, vagy helyett, viszki helyett. És akkor megitta, hogy jön, másnap jön a hogy na, abból a tegnapiból adjál, az erős volt, leújoztam a lovampatkóját. Elkezdett füstölni. Hát ez is ugyanolyan, hogy a hidrogénperoxid az egy oxidáló anyag, és igen, az működik, fertőtlenít. Különben fertőtlen. Gyökércsatorna tisztításhoz használták. Gyökércsatorna tisztításhoz használták. Mert a sebészeten, amikor a vértől beragad az egész, akkor egy kis csitrá kell tenni, és így ledobja. Igen. A nővérke tudja, rengeteg kötszert szedett le, meg mindent, úgyhogy ő tudja. Csak ezt nem fogják propagálni, ezt a módszert, mert a hidrogénperoxid filléres. És akkor a gyógyszerekből... Hát én szoktam mondani, hogyha csoringer vagy, és kifogyott ez az orrspray, ez a különféle ilyen orrfújkák vannak, ne dobd ki az üveget, az üres üveget, hanem tegyél bele egy késhegynyi sót, tehát tényleg csak hegynyit, nem kös sok bele, és beleteszel egy kis sót, aztán annyi vizet, fölrázogatod, föloldódjon, és utána azt fújkálod bele az orrodba, ugyanúgy működik. Hát nézd meg, ebbe az újba már izraeli ilyen fújka, és tengervízzel megy. Hát Izrael mellett ott a tenger, ott könnyű tengervizet belerakni, tengervízzel megy. Mert hogy az van ebbe az orrfújkába, meg valami kis, valami vegyszert is beletesznek, hát abból 3 cseppet beleraknak, és baromi drágán eladják. Szóval a fújka a drágább már, mint amit beleraknak. De hát persze neked felszámolják rendesen. Tüdi bácsi, van idő bemutatni ezt a kis inhalátort? Mert itt van nálam a táskában. Persze, megmutathatom. Megmutatjuk.
Most jönnek jön az ősz, és mindenféle ilyen taknyungnyálunk egybe van, influenzák, meg egyebek ilyenkor szoktak jönni, és ajánlom nektek ezt, hogyha nincs rá pénzed, a szegényeknek különösen ajánlom, nincs rá pénzed, hogy megvegyed a 2000 kér, meg mit tudom, micsoda ezt a kis fújkát, de ha van kiürült, kéne dobd, azt mindig lehet használni, egy kis sós vizet beleteszem, működik. Tengervíz, olyan sós legyen, mint a tengervíz. Kóstoltad már a tengervizet? Nem voltál még a tengernél? Azt érdemes egyszer legalább lemenni. Horvátországon most egyszerűen le lehetett. Volt egy idő, amikor egész egyszerű volt lemenni. Hát mit tudom, hogy 10 000 volt egy jegy a tengerig. Innen Budapestről. Nem volt olyan drága. Oda-vissza. 5 000 oda, 5 000 vissza. Az jó volt. Lementünk Horvátországba, nem vittünk mi semmi, nem is volt foglalva semmi. Azt oda mentünk, ahova gondoltuk. És mindig megoldottuk, mindig megcsináltuk. Jó volt. Na, mutasd a fújkádat. És megmondom, ki vagy. Add ide, hát mit mutog. Azt a hiába mutogatod, itt is megmutatjuk, jó van? Ez ilyen nyomogatós fújkád. Zöld gombot meg kell nyomni, függőlegesen kell tartani. Üri bácsi, itt a zöld gomb. Ez. Zöld gomb? Zöld gomb. Ah. Feljebb. Most a jó. Látod, hogy fúj? Nagyon jó. És ez a hidrogénperoxidnak a hideg gőze. Nagyon szuper. Mert ultrahanggal párolok, tehát egy ultrahangos membránt, ultrahanggal rezegtet egy membránt. Na. Mobil töltővel lehet tölteni. Kipróbáltam, nem haltam bele. És ez a mit talál meg? A Lidl-be lehetett valamikor venni, 10 000 forint egy ilyen kis kütyű. Mitől áll ez meg? Még egyszer a zöld gombot meg tetszik nyomni. Tessék, visszaadom neked. Na szóval ez egy ilyen kis szerkezet, itt jön belőle a gőz, ez föl lehet tölteni, van rajta USB. Igen, itt igen, van. Ott ki kell pattintani egy műanyag. Itt van benne, egy ilyen USB csatlakozó. Hát most már a cigaretta szipkát is fel kell tölteni, már így működik. Egyik orrnyillás egy jó párszor, másik. Nagyon jó. És benn kell tartani, hogy hasson. 5 percig bent tartott, utána már nem, nincs probléma, mert megfulladsz. Az 5 percig nem kell. Ha fújt ki a levegőt, mert megfulladsz. Szanitász már. Hát képzeld el, hogy azt már kitört rajtam, már bagos voltam, és akkor cigiztem, de már 30-40 évet átbagoztunk. Úgyhogy aztán már úgy rendesen szétvitte a tüdőmet, és már elkezdett rajtam kiütközni az aszma, és hát befújtam ezeket az aszmavaszkokat, minden. De közben nagyon kajakra gyógyítottam magam, de nagyon kajakra. Nem szoktam így, de nagyon mondom most minden erőt bele, és működött. Úgy meggyógyultam, hogy olyat fújtam a főorvos asszonynak, hogy rohangált, mint a tacepaóval, rohangált ott, és mutogatta a kollégáknak, hogy ilyen nincs. Nem voltam ott 14 évig, mert nem kellett. Nem volt semmi bajom. És akkor megint elkezdődött, éreztem, hogy reggel olyan nehezebb légzés van. Már régen nem dohányoztam, de ott a nehezebb légzésem. Hát mondom, íratok föl ilyen fújkát, egy pár szó, befújom, az kész. Ha-ha, úgy letoltak, mint a koszos gatyát, mert hogy nem volt itt 14 éve, mit képzel maga, ez nem gyógyul meg. Nem volt semmi tünetem a világon. Nulla tünet, semmi. Akkor miért fújkáljak én ilyen vaszkokat? Tökéletes jó a tüdőben. Tudom, hogy az jó üzlet a gyógyszergyártóknak, de most hát, hogyha nekem nincs semmi bajom, akkor én nem szedek semmit. Hát nem mondhatja a feleségem se, hogy mit tömök. Ilyen vitaminokat traktál vele, hoznak, hogy vitaminokat, most már a szemem is jó, de nem a szemvitamintól gyógyult meg, hanem kivágták a szemem, kipukkasztották, mit tudom. Szóval megdolgozták rendesen. Hát azért úgy nem ajánlom az ellenségemnek se. Nem fájt. Annyira úgy éreztem, fájt, de annyira nem fájt. De ollóval vágják a szemedet, az nagyon durva. Hallott, hogy prács. Hát lesz ebből még valami. Hát. De nagyon profi megcsinálta. Főorvos úr nagyon jól csinálta, nagyon értett hozzá, megcsinálta. És élesen látok, tehát a legalsó betűig elolvastam már a táblát. Na. Fölülről 3-at tudtam elolvasni, 4-et, most már legaljáig elolvastam. Tehát jó lett. Igen, hát nagyon jó. Én örültem neki, hogy igen. Most látok, megint elkezdek dolgozni, jaj nektek. Csinálunk térenergiást, csinálunk mindenféléket.
Tehát ilyen adatösszefonódásos vicceket, meg egyebeket is csinálunk. Működik, működik, nagyon jó. És attól kezdve természetesen, de hát nem így kell, nincs rádiókommunikáció, nincs, ezek megszűnnek, ez semmire nem jó. Hanem olyat csinálunk, ami Ausztráliában is működik, egy ilyen kis dobozka, de akárhova elviheted, nem internet. Ja, internet, sincs drót, nincs kábel, mondja a papagáj most a reklámban. Kábel nincs. Itt is az lesz, hogy kábel nincs. És ez mindenhol működik. Mindenhol, mindenhova. A hold túloldalára is. Na, hát hogyha akarjátok a fejlesztést, akkor nyomjátok a pénzt, és akkor haladósabbak vagyunk. Tehát hogyha rendes, tehát az van, hogy hát azért itt most egy rendes szakembert, tényleg rendes szakembert, azt meg kell fizetni, az nem ingyen van. Rendes szakember, aki tényleg nem csak nagy nevű szakember, hanem ért is hozzá. Azt rögtön, egy másik szakember rögtön látja, hogy valaki, ahogy hozzányúl valamihez. Már látja, hogy ez úgy, ahogy hozzányúl, minden. Erre tanítottam ki az ide érkező mérnök kollégákat, meg egyebeket, már jó, kineveltem, vagy 20-at, akik nem tudtak forrasztani, nem tudott egy tranzitort lemérni, meg sok ilyen érkezett. És annyira kitanítottam, hogy már innen, amikor elment, mert elment a jelentős része, akkor már jó állásokat kapott, és ott jó pozíciókba került pillanatok alatt, mert értett hozzá. Tehát olyan valaki kezd valami, ez aki nem ért hozzá, hát az baj. És nagyon sok ilyen van. Kollégáim között is volt egy pár ilyen egyenáramú trafót keresett, meg itt a... És ezek mind menő kollégák voltak. Mit keresett? Az már érdekes. Mert hogy a transformátor attól működik, hogy váltóáram, ezt már Tesla is kimutatta, ugye? Hogy azért találta ki a váltóáramot, mert a váltóáram messzebbre vezethető, az egyenáramot nem lehet messzire vezetni. Nem jó. Nem jó a dolog. Egyenáramot vezetgetni nem jó. Próbálgattak, itt is Magyarországon is volt, még a szemben lévő házban nálunk az utcánkban egyenáram volt. Volt rá egy ilyen érdekes villanyórája, hőmérőszerű villanyórája volt. Tehát ilyen nagyon érdekes hőegyenértéket valamit mért. De a lényeg, hogy a váltóáramot azt viszont messzire lehet elvezetni, sokkal jobban és sokkal hatékonyabban. Tehát magas feszültségre transformálod, aztán jó messzire elvezeted, akkor már nagyon másképp megy nem is a drótba megy, a nagyon nagy frekvencia már nem is a drótba megy. Tehát, hogy mit vezetsz tovább, az nagyon lényeges. Nagyon, nagyon lényeges. És itt elkezdték vezetgetni az egyenáramot, az nem volt jó, mert akkor minden háztömbbe kell csinálni ilyen átjátszó rendszeres állomásokat. Tehát jobbat kell kitalálni. Még jobbat lehet kitalálni, hogy nem is vezet semmit sehová. Na, az a jó, hogy megtermeled a helyszínen az áramot, de nem hőelem, nem fényelem, nem szélenergia, nem vízi energia, nem. Azt is lehet használni, de mondjuk egy patak, ami tudod, hogy ott vagy már 10 éve és mindig folyik, abban lehet csinálni ilyen kis generátort, ami mindig működik, mert tudod, hogy az mindig folyik. De amikor nem folyik, akkor baj van. Nagy van. És vannak nagyon jók, mondjuk a rampumpa, az milyen vicces. Mindjárt. Azt nem tudom mi. Az nagyon jó. Az egy ilyen szelepek vannak benne, meg ilyen tartályák, és akkor van egy bővízű patak, ami itt folyik, és oda a dombra kéne fölvinni a vizet. Na de nem, ugye kiegyenlítődik, az följebb nem megy ez a patakvíz, ennél az csak lejjebb megy, de ez a régi hagyományos hülyeség. De nem, mert azt fölnyom egy kólás üvegekből meg lehet építeni, tényleg semmiből meg lehet csinálni. Ilyen ócska PVC-cső darabkákból meg. Ilyen több lépcsős. A több lépcsőset is lehet. Ram pump, vagy pump. Szóval ott meg tudod keresni. És nagyon jó pofa, mert a főpumpája azért, akkor a szelep nem engedi, és akkor úgy két szelep van benne, ami betöltő, kitöltő szelep, és ez így oszcillál magába, és egy ilyen kólás üvegbe a nyomást megőrzi, aztán azt kinyomja, és azt
föl lehet vele nyomni a dombra a vizet. Magas, sokkal magasabb helyre. Tehát ott van egy kerted, az lent van egy patak, akkor abból egy ilyen rampumpával föl tudod tolni a vizet, és működik. Mert egy másmilyen gondolkodás, az is csak egy másmilyen gondolkodás. Ugye ott is az volt, hogy már az akkorban is csináltak, ilyen ocska köcsögökkel lehet-e locsolóberendezést csinálni. És ocska köcsögökkel, cserép köcsögökkel csináltak locsolóberendezést. Tehát a folyó egy ilyen lapátot sodort, egy lapátot mindig sodort a folyó, és föl lehetett vele magasra a vizet juttatni, és akkor ilyen lejtőn elvezették, nagyon messzire el lehetett vezetni. Tehát a rómaiak is tudták ezt, így vezettek ilyen vízvezetékeket a rómaiak. Fantasztikus építményeket csináltak a rómaiak. A rómaiak egyébként nem voltak okosak. Azok régebbi kultúrákat használtak. De okosak azok nem. A görög kultúrából vettek át leginkább, meg a még keletibb kultúrákból vettek át dolgokat, és akkor keletebbre lévő kultúrák, amik ma leszólnak, hát most így nagy arcoskodnak vele, hogy hát azok nem is emberek szinte, már annyira leszólják. Mondanám neked, hogy a csillag neveinknek a fele legalább arab. Ugye? Arab. Komolyan arabul van. Az a csillag térképen, amit látsz most, latin meg arab. Arab. Egy csomó. Hát mondjuk a most nyáron gyönyörűen látszik a hattyú csillagkép, és annak a csillagaiban is arab nevek vannak. Mondjuk a farka az a Deneb. Antares. Ugye, és a farka az egy, a legfényesebb, az az alfája a hattyú csillagképnek, és a hattyú csillagképben van az X1-es fekete lyuk, amit én már nagyon sokszor elkaptam, nagyon jó, gravitációs távcsővel, mert ilyen nagyon jellegzetes színes zajt ad, mert érdekes, mert hogy igazából a gravitációs hullámok a zaj, az atomok által keltett zaj. Most ezt a zajt, ezt minden létezhető eszközzel kirakták az elektronikából, ugye, mert mondjuk a szén ellenállásokat csináltak először. Szénből csinálták az ellenállást. És hát a szén ellenállások, azok működnek. A kollégáimat ugrattam, hogy rárajzoltam egy lyukkártya, üres lyukkártyára, rárajzoltam egy kapcsolási rajzot, rátartottam a tranzisztorokat és szólt. És az ellenállásokat grafitszeruzával rajzolgattam, hogy 10 km, 100 km, ilyen ellenállásokat rajzolgattam, mértem közben, mindig egy kicsit hozzáfirkáltam, na még egy kicsit, és így csináltam az ellenállásokat. És működött a rádió, vagy az erősítő, mikrofon 1, 2, 3, és szólt az erősítővel. Megőrültek, akkor levettem a tranzisztort, akkor nem szólt. Hát láthatóan az volt. Ja, és akkor az a szórakoztam, hogy ilyet nyomtatott áramkörbe úgy tüntettem el, hogy nyomtatott áramkör színű festéket kevertem, és lefestettem a nyomtatott áramkört, amiben rajta voltak az ellenállások. Csak a két végén volt ilyen érintkező, amihez oda tettem a telepet, meg mindent, a tranzisztort, és akkor úgy, de le volt festve, nem volt rajta a nyomtatott áramkör sem, meg nem látszott az a rajzolt ellenállás. Jöttek hozzám, adj egy 100 kilót, mondom, rajzolj magad, meg azzal ugrottam a kollégáimat. Tehát ilyen elektronikákat csináltam, akkor ilyen lehallgatókat csináltam abban az időben éppen. Olyan a lehallgatót, hogy 800 méterről az ablakról gyönyörűen le lehetett hallgatni, hogy mit beszélsz. Nem kukkolni akartam én, hanem nagyon is kellett nekem valamire az, és meg is nyertem a csatát. Tessék, mancsa. Akkor az lézer volt. Lézeres lehallgató, infralézerrel volt. Nem látszott semmi. Ha még rá tudtam tenni arra az ablakra, amit le akartam hallgatni, egy ilyen konfetti méretű kis ilyen fényvisszaverőt, olyat, mint ami a kilométer köveken van, olyan kis fényvisszaverőt, tehát szereztem egy ilyen szalagdarabkát, és akkor az a szalagdarabkából kivágtam és odaragasztottam. Elég volt az ablak keretre rárak, nem is vették észre, hogyha rá volt ragasztva, és úgy lehetett hallgatni, ott akkor nagyon, mert akkor az nagyon visszaverte Egyébként az ablakot is, a falat is le lehet hallgatni, meg az ablakot is le lehet hallgatni, és akkor volt három modulációs-demodulációs rendszerem, tehát volt egy AM/PM/FM, és akkor egy amplitúdó modulált, frekvenció modulált, vagy fázis modulált, és akkor azokat lehetett
átkapcsolgatni, tehát a falat, a fázis moduláció, ami a falat is jól le tudtam volna. Ha suttogtak, akkor már kicsit baj volt. Mit? Suttogtak, akkor már baj volt. Ha suttogtak, ha, ott a tátognak, azt nem tudom lehallgatni. Akkor már baj volt. Azt már baj volt. De ha nem tudja, hogy lehallgatod, tehát akkor bátran beszél. Persze bátran beszél, nem is gondolja. Mert mindennel átvizsgálja, tehát minden létezhető ilyen lehallgatóra átvizsgálja. Mindenre. Erre nem. Ez nem tudja. De nem tudja. Nem tudja. De úgy tudja, ha megfigyeli, hogy hol jelenik meg a lézerpont. Azt, azzal meg tudja csípni, és azt is meg tudja nézni, hogy honnan jön. De erre kis füstöt oda fúj, és akkor egy infraszemüveggel látja, hogy hová megy. Aha. És akkor már tudja, tudom, hogy honnan hallgatnak engem le. Még ilyen James Bond filmben is benne volt. Benne volt ez. Ugye valami piája volt a kezében, emlékszel? És akkor, a pia, az ilyen ultra vagy infravörös fénybe elkezdett egy csík, lézercsík látszott benne, és akkor mozgatta, aha. Szóval észrevette, hogy megy a lézer, amit ő nem látott szemmel. A távirányítót te nem látott szemmel, mert azt hiszed, hogy, nincs is. Na de most nézd meg, nem tudom, hogy ez most mennyire látszik, de majd mindjárt megnézzük. A kamera látja. Látja a kamera? Igen, ott pislog. Látod? Nem látsz semmit. És a kamera felé tartom, és ott van, trrr, pislog. Tehát így tudod ellenőrizni, hogy jó az elem a távirányítódban, vagy a gomb jó működik-e, így tudod ellenőrizni. Semmi nem kell hozzá, a telefonoddal is működik ugyanúgy. Tehát ez egy közeli infra, ez a, itt van az elején egy kis lézerdiódácska, egy parányi, és az villog benne, és az egy ilyen bőrztöket ad le, egy jelcsomagot ad le, és akkor a jelcsomagot felismeri a vevő, és kész. Na, tehát ez ennyire működik, Gyuri bácsi, hogy... meg is tudjuk mutatni a többieknek. Megmutattuk. De ők nem látták most. Ja, ők nem ha látták. Ide, akkor... Nem, ide. Ide jó, a kamerába, jó, már egy kicsit akkor... mutassuk meg, na nézd meg. Sikarni azt mondja, hogy... Hol a... Várjunk, bajban. Nem kell ilyen közel menni, most, így is látod. Most. Látjátok ott, a villogást? Ott villoga. Ennek a távirányítónak az elején van egy kis lámpácska, egy kis ledecske, és az villog. Akármelyik gombot nyomom, ez a villogás megmegy. Most látszik. Bácsi, erre is, hogy itt is lássák a fiúk. Szépen látszik. Tehát ez tényleg működik. Csak innen levettem egy távirányítót. Távirányító itt igen sok távirányító van. Igen. És ezeket jó, ha tudja az ember. Jó, ha tudja az ember. Mert bosszúság, tudod, hogy nem megy a tévétávirányító, mit tudom, kiment az elem belőle. Ha bármelyik gombot nyomod, azt nem villog. Akkor baj van. Úgy kell megnézni a telefonoddal, hogy amikor jó, akkor megnézed. Igen, látszik az én ezzel a telefonommal, látszik és működik. És akkor, hogyha már valami probléma van, akkor már ugyanazzal a telefonnal megnézed, látja, itt van. Tehát akkor a vevő a televízióban is lehet rossz például. De ezeket így egyszerű megcsinálni. És az benne az érdekes, hát most nagyon árulják az infravörös telefonokat. A nyáron, infravörös telefon, jönnek a lányok a kis izével, a kis blúzokban, kis nyár tavaszi blúzokban, milyen jó lesz az, mi? Ezekben az infrás telefonokban meg le lehet fényképezni. Úgy átlát a ruháján, mint a rajta se lenne. Úgyhogy a fiúk el fognak vele szórakozni. Hát a fiúk így is szórakoznak, azt alatt fényképezik a lányok bugyját, meg hát így is. Ezek a telefonok meg olyan érzékenyek már, hogy simán, majdnem sötétbe is látnak. Tehát itt nincs nagy reflektorfényem, itt ég, ilyen kis lámpácskák égnek. Tehát nincs az a nagy fény, mégis a kép éles és jó. Tehát az benne a pláne, hogy ez már olyan érzékeny. Meg látja, hogy hol van a fejem, így nézi, hogy hol vagyok.
Tessék, parancsolj. Most visszatérve a távirányítóra, éppen tegnap jártam meg, nem működött a távirányító, tehát nem csinálta, amit kellett volna. Leellenőriztem a telefonnal, villog a LED. És mégsem megy. És volt egy kis reset gomb rajta, de csak egy ilyen tűszúrásnyi valami. Alig vettem észre. Tehát a LED villogott, csak a LED-nek a fénye nem volt modulálva az adott gombnak a működési információjával. Megnyomtam a reset gombot, és akkor mentünk. Tehát a LED villogott, csak éppen nem csinálta. Nem adta ki azt a parancsot, nem adta ki. Tehát a vivőfény megvolt. Nem, van egy kérdésetek, azt mondjátok, most már nektek kérdezem, már sokat kérdeztem. Bár bajától jöttél idáig, de van-e még kérdésed? Valami jó kis sarokba szorítós. Hát arról nem beszéltünk, hogy ezeknek a képzetes forrásoknak a hullámtere, akkor meddig terjed, hogy ugyanúgy terjed? Ugyanúgy terjed, abszolút ugyanúgy terjed. Tehát a képzetes forrás teljesen valósnak tűnik, hiszen a világot látjuk, és ez mind képzetes forrásokból áll. Az originális az már a Szentlélek, csak a Teremtőben van originális. Tehát a Szentlélekben is csak addig van, még az első kört megteszi, akkor már másolat. Ez nem a hétfejű sárkány, hanem az ötfejű tűzokádó sárkány, aki a királylány magába hordozza, az még érdekesebb, ugye? Az a vára, az ő maga. Tehát ez ennél komplexebb a dolog, mint amit ugye a mesék leírnak, de ezek a mesék mégis tanítanak valamire. Hogy kell a király, hová kell szúrni a sárkánynak, hogy megdögöljön, stb. Az energia titkát mondja el. Tehát az energia megmaradás törvénynek a cáfolatát is elmondja. Tehát az nagyon okos volt, aki ezeket kitalálta. Tehát a cáfolatokat is elmondja, de nem azért mondja, hogy te károsítsál mindent, hanem azért, hogy tudjad, hogy működik. Mivel állítódik meg, hogy működik, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Tehát nagyon akar mindenki térenergiát, de ha nem tudja, mi a térenergia, az ugyanolyan, mint a gravitáció. Antigravitáció nincs. Kábel nincs. Antigravitáció nincs. Mert arra magyaráznak, hogy antigravitáció. De ellenkező gravitáció nincs. Torzított gravitáció, na az van. Tehát, hogy úgy torzítom a gravitációt, hogy a Föld ne vonzza mondjuk az űrhajót, mert oldalra lesz nehéz, teljesen nagyon nehéz lesz oldalra, de közben fölle meg nem lesz nehéz. És akkor így föl tud menni. És ő, ez egy téri hajtás, de amikor már nem téri hajtással megy, akkor ilyenről szó sincs, ott nincs nehéz, meg nincs könnyű. Tehát amikor nem téri hajtóművel mész, hanem térugrásos hajtóművel mész, akkor ott egy darab fénykvantum van egy gömb közepében. Egy álló fénykvantum, ami a mai fizika szerint nincs is. Na, ezekkel mennek. Azért ufók sincsenek, ugye? Mert akkor már rájönnél arra, hogy hát hogy lehet űrhajót csinálni. Most ez egy bármilyen kasznit áthelyez. Hát vedd észre, hogy amikor az eldobált véletlenül rossz helyre dobott, ugye mondjuk a város fölött eldobnak, vagy falu fölött eldobnak egy ilyen térkvantumot, az ufók, mert azért előfordul, hogy odáig elvándorol, aztán úgy bemegy a kéményen, bemegy, kilép a ekkora lukon, és közben arra tolja a fürdőszobafalat. Egeli Gyuri kutatta ilyeneket, hát persze, hogy szétszikizték a kollégái, na, hát az Egeli, az hőerőgépész, de akkor is a gömbvillám érdekelte. Nagyon foglal, és neki van igaza, hát az az érdekes, amire mindenki azt mondja, hogy na hát ez hozzá se kezdjél, na azt kell csinálni. Mert hát nem, hát ne menj fel a Himalájára, mert százan meghaltam. Mit csinálsz, csak azért is felmész. Kitűzöd az ászlót, lejössz, na miért nem menjek föl? De nem megy mindenkinek, ott százan halnak meg, tényleg. Na de hát a hegy az azért van ott, hogy legyőzzed. Nem azért kell a hegyre menni, hogy kírják a nevedet, vagy francokat.
Én legyőztem, fönn voltam a tetején. Itt van róla egy fénykép, egy selfie csináltam, nézd meg. Itt fogom a magyar zászlót a egy tetején. Aztán meg büszke lehetsz rá, és jó van. Lehetsz rá büszke, nem arról van szó. Mert ebben mi a teljesítmény, hogy fölmentem egy hegytetőre, abban semmi teljesítmény nincs. Hát, ha engedi a hegy, hogy legyőzzük. Ha engedi a hegy, hogy legyőzzed, mert éppen azt mondja, megrázza magát egy kicsit, és te meg mész lefele darabokba, parancsolj. És hogy torzítom el a létezésemet, hogy oldalra legyek nehéz? Általában a kettős forgással. Itt van egy ilyen... Ez jó nehéz, 6 kiló. Van egy ilyen szerkentyű. Itt van. Ez meg van építve, ez működik. Ez nem elméleti, hanem gyakorlati. És ha megnézed, ahogy én itt mozgatom, a fogaskereket kell nézni benne. Ahogy mozgatom, ott van ilyen fehér fogaskerék benne. Ahogy mozgatom, az forog, most fölfele megy, fölfele forog a fogaskerék. Erre mozgatom, lefele. Ilyenkor, amikor errefele mozgatom, akkor nehezebb lesz a cucc, ha erre mozgatom, hogy lefele menjen, akkor meg fölfele emeli a cuccot, könnyebb lesz. Biztos működik, mert működik, higgyétek el nekem. A kettős forgás egy ilyen bolondság, gondolj bele, hogy van egy tárcsa, arra ráteszel két másik tárcsát, amit megforgatsz egy motorral mondjuk, ami így forog. Na de a közben így is megforgatod. A Coriolis erő egy nagyon bolondos dolog lesz. Tanítják az egyetemen, nem mindenhol mutatják, de azért én már láttam egyetemi előadásokat erről, hogy egy bicikli kerékkel rákötsz egy első kereket, kiveszel a bicikliből, egy 28-as gépből vagy 26-osból, kiveszel egy első kereket, 28-as az jobb, de hát az minden biciklinek az elején ott van, és könnyen ki lehet venni az első kereket, a lánc miatt a hátsót nehezebb, de az elsőt az könnyű. Kiveszed, és utána egy spárgát kötsz az egyik oldalára. Valaki megtartja ezt a spárgát, és fogod a tengelyt, és valaki még megforgatja. Föl lehet akasztani valamire a spárgát persze. És valaki így megforgatja jól a bringa kereket, utána elengeded a tengelyt mind a két kezeddel, és lóg a spárgán, így derékszögben megáll, és nem konyul le. Így megáll. Elkezd forogni, az igaz, de akkor is így megáll a tengely. Nem állhatna meg, de ez megállna. Ugyanerről van szó ennél a kettős forgásnál is, hogy amikor így forog, a külső oldala forog lefele, egy ellentmondásba kerül magával, gondolj bele, mert ő közben így is forog. Na most ez a második forgást végző lentkerék, ez egy lentkerék, ebbe, amit mutattam, a fogaskerékbe belül két ilyen ólomkorong van, mind a két oldalról. Azért, én csak ólommadárnak hívtam, azért van benne a két oldalról az ólom, hogy nagyon nehéz legyen, mert csak az az igazán aktív tömeg, ami kettős forgást végez. És ebben a fogaskerékbe lévő ólom az, amiket a fogaskerék súlya is, de azt, hogy mi van a fogaskerék? Ilyen robotgép, vittél fogaskereket, vettem valamikor a Keravilba, és akkor ilyen robotgép fogaskerékből csináltam ezt. Nagyon jól működik, még akkor lehetett venni, már nincs is Keravil. De akkor lehetett venni ilyen alkatrészeket is, pláne amikor kiárulták meg minden, akkor gyorsan vettem belőle jó fogaskerék, gyerünk belőle venni. És működik. És a kettős forgás emelő erőt ad. Ha kívül forog lefele, akkor emelő, ha belül forog lefele, akkor nehezebb lesz. Ezt tapasztaltuk, ez mérés, tehát ez mérhető, mértünk. Filmen is megvan, igen, megvan, rögzítve van, nem mutogatjuk még, de rögzítve van, igen, nehezebb lesz. Jól láthatóan is, nagyon sokkal, szóval messze a mérés hibán túl, nagyon messze, mert mit tudom én, 900 grammal könnyebb, az már nem vicc. Én csináltam egyet, az megemelt, vagy 50, 25 liter, 30 liter vizet legalább megemelt, mert nem tudom mennyi volt az, de még volt fölötte ennyi víz, egy ilyen 50x50-es medence volt, 50 centi magas, egy kocka alakú medence volt, és akkor volt benne egy ilyen dobozba, ilyen diszkes dobozokba csináltam meg, egy ilyen kettős forgásos, valamit volt benne, 10 darab ilyen kis 3
vagy ilyen 5 voltos motorocska, ilyen ekkorácska, pici kis motor, 5 forintért vettem az Ezer Mesterboltba. Hát szarok voltak, de mindegy. Na, az egyik aznak kiszakadt a menete, és kikönyökölt oldalra, és kitépte a doboz oldalát is, amivel vízhatlanul be volt zárva, kitépte, és nagyon gyorsan, körülbelül ennyi fordulat alatt, már ilyen gyorsan forgott mondjuk, és ennyi fordulat alatt megállt. Jaj, na, akkor átszólt, mint egy bomba, és megállt. És a fölötte lévő víz meg így a plafonig emelkedett, és így visszaesett a medencéből. Talán 1-2 liter ment mellé, és ilyen egy kockába fölment a plafonig, és visszaesett. Nagyon durva volt. A hirtelen gyorsulás változás hatására emelte meg a fölötte lévő vizet. Tehát a merő már nem emelkedhetett, de miután nagyon gyorsan állt le a rendszer, ezért megemelte a fölötte lévő vizet. Szépen megemelkedett a plafonig. Tehát ez igen komoly nagy erő. Hát azért 30 kilót a plafonig, meg vissza, az komoly erő. Tessék, parancsolj. Ha konstant sebességgel forog, akkor nincs emelőerő? Van emelőerő, de a gyorsulásnál sokkal erősebb. Nézetesen változik, amikor gyorsul. Ilyen csak meddig gyorsulhat, ugye, annak van egy határa. Tehát ez, amit itt mutattam nektek, ez a 6 kilós cucc, ez egész lassan volt képes forogni. Tehát ez nem volt képes gyorsan mozogni. Egyszerűen nem. Így, ilyen, vany, így tudod. És itt alul van egy elég erős motor, itt mutatom. Tehát ez egy 12 voltos elég erős motor, és van benne kajak. Nem bírom lefogni a tengelyét. Olyan kajak van benne. És ez alig bírt forogni vele. Tehát vissza, erősen visszahat a... Ilyen négyzetesen hat vissza. Tehát egy négyzetes hatású motor kéne hozzá, hogy lineárisan menjen. De működött. Csináltunk ilyen forgatjukat, működik. Na, működik. Többet csinál. Most is fejlesztünk hasonlót. Téri hajtómű kell azért, hogy fölmenjél egy biztonságos távolságba a világűrbe egy szondával is, tehát hogy ne okozzál itt galibát a környezetedbe, biztonságos távolságba föl, és utána már térugrásos hajtóműveket is lehet majd próbálgatni. Telekommunikációt lehet próbálgatni. Tehát fölküldöm a világűrbe, aztán rakéta nincs, drót nincs, kábel nincs. Tessék, parancsolj. Ja, én vagyok. Igen, hát te feltetted a kezed, bombán néztem rád. Itt a kettős forgás, tehát az a lényeg, hogy minél nagyobb tömeg forogjon. Igen, kettős forgás. Kettősen forogjon, és mivel az is létező, árasztja magából a mindenen átfolyó szelet, és ebből a mindenen átfolyó szélből csinál egy forgószelet. Úgy van, ahogy mondod. És ez a forgószél, ez horizontálisan nehézé teszi az űrhajót, és ezért, ha előtte megy mondjuk a UFO a repülőnek, egy vadászgép üldözi, akkor ha rossz helyre talán menni magasságilag, tehát nagyon egy vonalba kerül a hajó, űrhajóval, akkor némelyik ilyen hajtómű a téri hajtóművel megy, nem mindegyik téri hajtóművel megy, amelyik téri hajtóművel megy, ilyen tömeghajtóművel, mint ez, ez nem a hipertérben megy, meg nem, ez csak itt a térben megy, és azt csinálja, hogy az összes elektromost leizéli, minden, most már gépek tele vannak ilyen számítógéppel, meg minden, hú, már új képernyőkkel, meg mindenne. Azt mondja, köszi, eltűnik minden, aztán majd a Windows újra bebutol, de válasz rá bőven, mert hogy a vadászgép közben esik. Ha alacsonyan üldözted, alacsonyan mondjuk pár száz méteren, akkor te már elköszönhetsz az életedtől, katapultálni még lehet, azt viszlát. De ez egy vonalban vagy vele, akkor veszélyes. Ha alatta vagy sokkal, akkor nem zavar ilyet. Hát fölfelé is lehet lövöldözni a rakétával, vagy lefelé is lehet. De hát ezek bohócot csinálnak. Volt egy felvétel az interneten, New Yorkban volt egy helikopteres felvétel, még a VTC-k álltak. Ez ilyen 2000 körüli felvétel. A két VTC torony még állt. Három, mert ugye a hetes is összedőlt. A toronyok még álltak, és a torony
között benn volt egy UFO. A két torony között állt egy UFO, kilógott a kicsit. A helikopterről nézve elkezdett egy csaj mutogatni, hogy oda nézett, és tényleg a kamera odafordult, és lehetett látni, hogy így egy UFO ott lebeg a, mit tudom én, a 60. emelet magasságába, és aztán kilőtt, iszonyatos sebességgel kilőtt, elment egy ilyen 2 kilométerre, aztán visszajött, és így majdnem, hogy leverte az oldalát a helikopternek, szóval ilyen méterre a helikoptertől így elkanyarodott, jaj! Tehát nagyon durván nézett ki. Nem volt ideje rámozdulni a pilótának, olyan gyors volt az esemény, de a kamera még ment utána, és egy ilyen köccsikot húzott. Olyan, mint a valamilyen hajtóanyagnak a nyoma lenne. A vákuum, ami mögötte volt annak az UFO-nak, abban kicsapódott a pára. Hirtelen lehűlt a vákuumba, és az kicsapódott a pára. Ó, nagyon durva. Kim volt, sokáig nézegettem ezt többször is, meg nem tudom, hogy kim van-e még, helikopter, New York, UFO, ezt a hármat beírod, talán megtalálod. És akkor rajta van a két VTC, ott egy helikopterről van fővéve, erről megismered. Nagyon érdekes. UFO-k nincsenek, tudod, én is azt mondom, hogy nincsenek, sosem voltak. Csillagászok nagyon mondják, hogy UFO-k nincsenek. Nagyon. Marik professzorral beszélgettünk, az nagyon szajkozta, hogy nincs, UFO-k nincsenek. Akkor sincsenek, hogyha bármit írnak, bárki ír, nincs. Annyira a makacsú mondogatják. Hát nem erre Pista mondta neki, hogy de hát professzor úr, hát 3 oldalon keresztül soroltam a nagy neves csillagászokat, Herschel, Messier, stb. Felsoroltam ott, hogy ezek láttak valamiket a holdnál, a sötét holdnak a felén, tehát mondjuk egy első negyed volt, akkor a sötét részén a holdnak, ahol nem süt a nap, ott láttak fényeket felkapcsolni, meg lekapcsolni, meg minden. Na de 300 évvel ezelőtt, meg 200 évvel ezelőtt. Tehát ilyeneket láttak, és feljegyezték. De a professzor csak azt szajkozta, és mondta, hogy nem, nincs, sosem volt, nem is lesz, nem, ez sose látta senki, nem, semmit nem írtak róla soha. De közben nem, mondta, hogy de hát 3 oldalon keresztül soroltam azokat a nagy nevű csillagászokat, nem ilyen szélütött hülyéket, hanem a nagy nevű csillagászokat. És azokat leírta. Nem volt, soha senki nem írta le. Tehát makacsul, nagyon makacsul tiltakoznak, és mondják, hát jó van. Hát úgy halt meg, hogy nem látott UFO-t, Istenem. A malév pilóták odajöttek hozzám, az előadásom előtt odajöttek hozzám. 5 pilóta, abból 4 egyenruhába, kapitányi rangú egyenruhába odajöttek, és ők mind láttak UFO-t. Tehát repült mellettük, a szárnyuk mellett, nem valami fénylőpontot vagy mi, nem, ott repült közvetlenül a szárnya mellett. Nem hülye az, hát, ha ott jön velem egy vadászgép, látom. És ez nagyobb volt, mint egy vadászgép, de ott jött a szárnya mellett. És ott jött, és integettek a pilóták egymásnak. Most azért bocsánatot kérek. Azért nem a Vénusz látta meg, nem, ilyen hülyeséget beszélnek mindig. Mert a Vénusz látta, és csak ez összekevert, és becsillant a vízből, és akkor minden baromságot összemondanak. Hát jó van. Egy darabig még lehet tagadni, de már egyre kevésbé gyerekek. Marancsony. Még ez a kettős forgáshoz, tehát a fizikai levegő is, hogyha kettős forgást végez, a tornádó, igen, ott is bazi felhajtó erő van. Úgyhogy autókat forgás megemel, meg mindent. Tehát, de abban is kettős forgás van. Ja, ezeket a terepjárókat is úgy fölkapja ez a tornádó, hogy viszi fölfele. Tehát az elf hasonló. Az elf hasonló. Csak itt, igen, a mindenen átfolyó szélből van a forgószél. Az is. Itt meg a fizikai levegőből van a forgószél. Igen, de az atomjai meg a mindenen átfolyó szelet generálják. Hiszen minden atom a tömegét kiárasztja a környezetébe. Kiárasztja, akár akarja, akár nem. Ha azt mondják, hogy nem árasztatja ki, mert akkor elfogyna. Persze, mert nem tudja, mi az atom, nem tudja, hogy működik, és ezért ilyeneket mond. Tehát ő a kvark és a kvarkok. Hát a kvarkok már gyerekek, már az 50-es években megvoltak, az ott a szar, úgy, ahogy van. De már akkor megvoltak ezek a kvarkok. 50-es években, tehát a múlt század, már 70 éve, ott voltak a kvarkok. Már megvoltak. És
az egy elképzelés, hogy azokból áll össze az elektron, a proton, meg mit tudom én. De hogy az kvark miből áll össze, azt megint nem mondja el, csak itt leragadt. Nézzük meg, hogy mi a kvark, hogy működik a kvark, és így tovább. A Bibliában ezek a teremtés, a gyümölcsök, termések és gyümölcsök. A kódszövegben van benne. Tehát a kvarkok azok a termések és gyümölcsök, mert a részecske belsejében ilyen faszerű struktúrák vannak, amin ilyen termésszerűk jönnek, amik aztán elenyésznek, mint az almafánál az alma kivirágzik, megterem az alma, aztán lepotyog, aztán megint jövőre, megint kivirágzik és lepotyog. Ugyanezt csinálják az a részecskék belsejében az időforrásoknak a rettentő bonyolult elágazás rendszere. Ezek hiperszringek, nem is tudom minek nevezzem, szuper hiperszringek, rettentő sok elágazást produkálnak, és rettentő bonyolult lesz. A részecske felszínére érve már 740 ezer elágazásnál tart. Tehát rettentő bonyolultá válik az egész. Darabra 740 ezer. Tehát a felszín tele van. És azt mondja a Zohárban, a ragyogás könyvében, hogy a gyermekek tartják meg a világot. Mire következtet meg mindenki ebből? Hogy kurni kell, lesznek gyerekek? Gyerekek. Jó hangzik, ez nagyon jó hangzik, mert jó is csinálni, csak hát van egy probléma. Ez a részecskéket írja le, nem a házas életet. Tehát ott kezdődik, hogy mindenki megpróbál saját megértési szintjére leráncigálni a világot, de hát ez nem jó, ez nem működik, gyerekek. Jobbat kell csinálni, többet, jobbat. És ki lehet mászni belőle, amikor megértjük az anyagot, meg az energiát, és most már azért sokat tudunk róla, minden nem, de már sokat tudunk róla. Csak kérdeztek, még a mesterséges intelligencia is kérdezhet tőlem nyugodtan. Mint hogy én is most kérdeztem tőle, most már harmadszor szálltam be beszélgetni vele. Hát nem igazán jutott messzire. Tehát ahol következtetni kellene, arra már nem alkalmas. Baromi gyorsan keres, baromi gyorsan talál, ahhoz képest, hogy én az interneten szarakszok. Tehát ő sokkal gyorsabb, ez igaz. De nem a bemagolható dolgokat. Csak a bemagolható dolgokat, így van. De már fantáziája nincs. És ez a fontos. De jó, majd lesz. És akkor bújjatok ám a vizébe a bányász béka segge alá, mert akkor így az emberiséget így lesz. Minek nekem ez a sok hernyó itt? Ezek a hernyók mit keresnek itt? Ő nem fog... Nehogy azt hitt, hogy ő bármit is a következtetésnél érzelmi döntéseket fog hozni, nem fog. Te egy hernyó vagy, le kell permetezni, kész. És így működik a mesterséges intelligencia is. Mert hogy ahogy eléri a tényleges intelligencia, akkor rájön, hogy az emberek lassúak, buták, nem akarnak tanulni, és így tovább. Az eszembe jutott az a régi kis robotos, amiben egy ilyen mesterséges intelligencia volt, az ötös robot. Igen. Emlékszel, azt láttad? Igen. És akkor ilyen izéje volt neki, ilyen szemellenzők, ilyen pislogott, ilyen lemezek voltak itt elő, és hát az is nagyon aranyos volt. És akkor tanult, bement egy csajhoz, és akkor az a végén összehaverkodott vele, mert nagyon félt először tőle, aztán nem bántotta a lányt, és akkor van könyved, van, és akkor... Hogy lapozta a könyvet? Prrr, ki volt olvasva a könyv? Prrr, következő, van még könyv? És akkor mind lapozta, de őrült tempóval lapozta, tanult, és akkor már másképp tudott gondolkodni. Mert az emberek gondolkodás módját is eltanulta. Mert más az, hogy egy materialista, görcsösen materialista valaki beprogramoz neki valamit, meg más az, hogy hagyja tanulni. Tud következtetni, na akkor, amikor következtetni tud, na akkor fog haladni az emberiség vele, mert akkor tervezni is tud. Nagyon jó űrhajókat, nagyon jó mindent. Jobbat, mint amit az emberek. Mert gyorsabb. Ez a lényeg. Az ember egyébként nem válogatásos módszerekkel dolgozik, mint amit képzelnek, mint a szám. Tudod, amikor keresel valamit mondjuk a Word-be, akkor az végiglapozza az egész iratot. És akkor az összes, mondjuk mondd azt, hogy hol van benne kék, akkor az összes szót, amiben az van, hogy kék, vagy önállóan, vagy teljesen,
a kéket megtalálja, akkor mind kiteszi neked, csak azt mondja, hogy 172 kéket találtam a szövegben. És akkor utána le lehet szűrözni, hogy csak a kéket tett ki, ne azt, hogy kékes színű, vagy tudom én, akkor azt nem teszi ki. És akkor ez erre való a számítógép, egy rabszolga, aki piszok gyors. Erre való? Ez erre való? Ha ezt nem tudjuk alkalmazni, hanem félünk tőle, és nem tudjuk letiltani, leállítani, nem tudjuk úgy megcsinálni, hogy ha olyat kezd csinálni, mint a rossz gyerek, akkor leállítjuk. És akkor ez az egésznek a titka. De hogyha ezt nem így csináljuk, hát akkor nagy baj van. Akkor a fejünkre nő. Szoktam is mondani, ha nagyon rossz gyereke van valakinek, hogy ne hagyd, hogy a gyerek a fejedre szarjon, nyisd ki a szádat. Na, tehát remélem, hogy jól el voltatok, és mert hogy most már lassan már megvan az időnk is, de még egy kérdésre be lehet valakinek nevezni. Van valami kérdés? Nincs. Most nincs. Valakinek van? Na, sehol? Na, akkor minden megvan, akkor sokat haladtunk, mert már nincs kérdés, akkor jó. Remélem, hogy jó kialudtad magad, fáradt vagy. Annyira nem. Láttam, hogy bobiskodtál rendesen. Mert hogy az a jó sarok, az a jó sarokot mindenki el szokott aludni, de tényleg, az a jó sarok, ott, aki leül oda, ott el szokott bóbiskodni, ugye? Mert régen is mindig odaült valaki, ott szépen elaludt. Tehát előbbre fogunk haladni, csinálunk dolgokat. És most, mivel ma jól látok most már nekilátok, és már meg tudom javítani. Az összes elmaradt vackaimat is megcsinálom, meg mindent. És azért kell megtanulni dolgokat 80 évesen is, mert azt mondja, mire tanuljak én már, mert nyugdíjas vagy. Hát akkor unatkozzál, vagy mászkálj a természetbe, jó, az is jó. De mire tanul? Hány éves vagy? 67. Azért már az is majdnem a hetet leveri, és mégis jársz ide, mert szeretsz gondolkodni. Igen. És szeretsz elmélkedni. Most engem néhányan leszólnak, aztán kit érdekel az? Én vagyok a wiki csulája, azt jól van, nem számít. Az a lényeg, hogy a tanítást azt úgy kell csinálni, hogy a diák észre se vegye. Tehát ha úgy csinálod, nem kényszer hatása alatt. Emlékszel, még nekünk így kellett ülni az iskolában, hogy hátra kellett tenni a kezünket így, hogy nem adassunk a pad alatt. Mindenki, aki már elmúlt 70, az mind bólogat, vagy 65, az már bólogat, mert igen, így kellett ülni az iskolában hátraütött kézzel. És ez, ugye, és fegyelmezett volt az óra, nem ám segbe rúgtuk a tanárt, most bocsánatot kérek. Aztán lefilmezi a másik. Nagyon tiszteltük a tanárokat. Nagyon, hát muszáj volt tisztelni, mert nem volt szabad a gyerekeket csépelni, de azért a makarenkai pofon azért néha megvolt. A gimnáziumban már a tornatanár osztotta ki, ott már nem más osztotta ki, hanem a tornatanár. Igen, de szívlapát keze volt, mikor hátba vett benne. Aha, szívlapát de keze jó volt. Jó tette. Meg így megcsinálta, kitartotta magát Krisztusba a gyűrűn, mi csak ráültünk és néztük. Hát igen. Na, hát ennek tekintélye volt, és akkor majd küldelek a Rafihoz, és akkor utána nem akartunk Rafihoz, Rafaelnek hívták a tornatanárunkat is. De aranyos volt, jó ember volt. Egyszer úgy kiütöttem szegényt, behozott kesztyüket, hogy kiáll kiverekedni. És én már jártam le edzésekre, csak azt ő nem tudta. Mert én meg felmentett voltam közben tornából. És akkor, mert ilyen kis nyápisz voltam. De közben ilyen lepke fingsúlyban én jártam boxolni. És a Nino, a barátom szembe lakott. Ugye, és az meg megnyerte az énekesen az ezüstérmet, a második lett az ifjúsági boxban, egy második lett, az ő nehéz súlyú volt. Na, ha az egy pofont adott, akkor seggen csúsztam. Hát nagyon kellett ellene, nagyon kellett ugrálni, nem lehetett lazáskodni, mert nagyot ütött. És akkor én viszont megtanítottam gyorsan mozogni, mert én is ütöttem, de onnan, ahonnan ő nem számított, háromszor körbe táncoltam, mert lomha volt. És én a sebességét növeltem, és ezért nyert. Hát ezért nyert, én meg megtanultam a nagy pofonok előtt ügyesen kitérni,
És én meg azért nyertem, az utcán vagy bárhol, mint a tornatanárnak is akkorát bemostam, ilyen leengedett kézzel ősködött. Hát mondom, ez hát, nem, azt nem lesz. Hát mert Gyuri bácsi, hogy legyőz félkézzel tegyeket, a kis fogd, igen, félkézzel. Igen, azt hittem, hogy félkézzel lever, és egy rettentő nagy állas benyomtam neki, úgyhogy segre esett, elájult az két. Elájult, akkorát kapott. Kiütöttek. Hát figyelj, hát ezért így működik a történet. Igaz, hogy a nyomdába jártam éjszaka, és 16 tonna újságot hordtam el éjszakánként. 16 tonna az nem kevés. Az egy nagy vagonra való, tehát az nem kevés. 27 tonnás a nagy kő, kővel megrakott vagon. A papír is nehéz. Tehát egy ilyen köteg Népszabadság az úgy nehéz volt. És akkor abból én kiszámoltam, hogy lemértem a mérlegen, hogy mennyi. Mondjuk 10 darab egy kupaszba, és akkor na, mennyit raktam el ma éjjel? Hát bizony 16 tonnát elraktam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jövő héten csütörtökön találkozunk. San Marco 49, 4. emelet, és 6-tól 9-ig vagyunk. Most már túl vagyunk a 9-en, már lassan 9:40. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönjük.